Térségünk legrutinosabb vízirendőrei ezúttal nem a velencei tavon járőröztek, hanem a Balatonon egy versenyen tettek tanúbizonyságot szakmai rátermettségükről. Ez a taps már nekik szólt, Benkovics László és Pallag József teljesített az országos megméretetésen a legjobban. Jó érzés volt valóban, és hát a mentések jutottak eszünkbe, hogy sokszor nekünk ilyen körülmények között tulajdonképpen ugyanezt kell elvégeznünk. A főtör zászlósok nagyon örülnek az eredménynek, de mindketten azt vallják, hogy az igazi hivatásuk az életmentés, így valódi segítségnyújtás közben érzik igazán hasznosnak magukat. Slanomozni kellett, bóját kellett lemelni, egyik bójáról átszállítani egy másikra, majd egy vízibiciklőről egy sérültet beemelni a szolgálti kisgéphajóba, majd a parton biztonságosan Elhelyezni. A versenyen elméleti és gyakorlati feladatok is várták a vízi rendőröket, amelyek között volt például vízipicigli verseny hajó kikötés mentés valamint slalom is. Én vezettem a hajót én nekem kell magát a pályát olyan szinten átlátni, hogy a kisgéphajóval minél rövidebb idő alatt tudjuk teljesíteni a, az utat. A, Józsinak, a Józsira a nagyobbik feladat, mert ugye neki kell dolgozni. Neki kell az ember szépen bevenni, neki kell a bolyát leemelni, neki kell a bolyát letenni. Ugye ezekért lehet hibapontokat kapni, úgyhogy itt a nagyobb feladat az az ő része. Az ország legjobb vízirendőreinek felkészülését Illés Mihály Alezredes a Fejér megyei Baleset Megelőzési Bizottság titkára segítette.